Nem sokára kezdődik a tanév, azonban gyakorlatilag még az előző sem ért véget, mondja Juhász Gábor, a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikum és Kollégium igazgatója. Most zárjuk, most adminisztráljuk az előző tanévet, illetve a javítóvizsgákon sikeresen szereplőket, illetve nem sikeresen szereplőket is próbáljuk a további útjukat egyengetni. Ami az új tanévről szól, és egy egészen más tanévet kezdünk, mint korábban, nagyon jó számokat tudunk mondani a beiskolázása kapcsolatban. Igazándiból az elmúlt 2 év beiskolázása rohamos emelkedés mutat. Ennek egyik oka biztos vagyok az, hogy a szakképzési környezet úgy változott meg, hogy a munkaerőpiaci igények meg tudnak jelenni az iskolákban, és ennek következtében mi is rugalmasabban tudunk ezzel alkalmazkodni. A másik pedig az, hogy a tanulók, illetve a szülők látnak perspektívát a szakképzésben. Nyilván az Adinak ebben vezető szerepet kell vállalni, hiszen megyében ez az iskola az, ami a legnagyobb és a legtöbb szakmát kínálja, és azt gondolom, hogy szakmai színvonalában is, és azon a szinten van, és kell, hogy legyen, hogy egyfajta zászlós hajó lehessen a szakképzésnek a megyében. Ennek jegyében próbáljuk kezdeni az új tanévet, illetve így fogjuk kezdeni az új tanévet. Technikumi osztályaink 7 indul ebben a tanévben, tavaly is már ennyit tudtunk indítani. Ez növekedés mutat a korábbi évekhez képest, mert korábban 5-6-ot sikerült. Igazándiból nem is az osztályok darabszáma lényeges, hanem az, hogy fel tudjuk tölteni az osztályokat, és olyan tanulókat tudjuk feltölteni, akik emelkedő beiskolázási tanulmányi átlagot mutatnak. Ennek hosszú távon nagyon jó eredményei kell, hogy legyenek, hiszen ha ezt hozzáteszünk a mi munkánkat, akkor azt gondolom nagyon sokan sikeres tanulmányokat záratnak, és szakmai bizonyítvánnyal fogják elhagyni majd a képzést. A technikumban nyilván 5 év múlva fogják ezt megtenni. Érettségivel és szakmai bizonyítvánnyal, technikus bizonyítvánnyal a kezükben. A szakképző iskolánkban, ahol 3 éves szakmákat oktatunk nagy részt, ugye a CNC programozó 4 éves, tehát azért mondom, hogy nagy részt, ott 4 osztállyal tudunk elindulni jelen pillanatban, bár az elmúlt napokban a beiratkozók száma annyira megemelkedett, tehát most egy ilyen 30-40 beiratkozónál járunk itt másfél nap alatt, és még jövő héten is ma is beiratkozások vannak, hogy ez még lehet, hogy módosul. Az iskolában a 9. évfolyamot a technikumi képzésben résztvevőkkel együtt több mint 230 diák kezdi meg szeptemberben. Az iskola nem csak 9-eseket iskoláz be. Természetesen, hanem olyanokat is, akik már rendelkeznek szakmával, tehát elvégezték a szakképzőiskolának a 3 évét, vagy korábban OK-i szakmát szereztek, számukra közismeret nélküli szakmai képzéseket tudunk hirdetni. Jelen pillanatban 2 ilyen osztályunk indul el, ezekben 4-5-6 féle szakmát tudunk oktatni. A rendszer rugalmasságából kifolyólag itt néhány fővel is meg tudjuk oldani a szakmai oktatásokat, főleg úgy, hogy a duális partnerek a szakmai képzést akár 100%-ban is magukénak tudják tekinteni, és elvégzik ezt a feladatot. Tehát gyakorlatilag az iskolát nem terheli, idézőjelben terheli egy-két fős csoportok, osztályok tanítása. És hát hol van a gyerek legjobb helyen, vagy a tanuló legjobb helyen? Hát ott, ahol a szakmát művelik, azt gondoljuk. Az érettség utániak, érettségi zetteknek is kínálunk képzéseket természetesen, ezek ugye a 2 éves technikumi képzések. Itt van több olyan csapatunk is, aki ezt a 2 évet 1 év alatt végzi, hiszen korábbi tanulmányait folytatva beszámításokat, könnyítéseket tudunk nekik adni. Ilyen például a rendészeti képzés, ahol 1 év alatt tudják megszerezni a szakmai edzékes szakmát, de ugyanígy tudnak mondjuk a gépjárműanyagtani technikusok is bekapcsolódni másodéven az érettség utáni képzésbe, és megszerzik a szakmai bizonyítványt majd. Ők nyilván duális partnereinknél is az ágazati képzőközpontban tanulnak. Ebben a képzésben 4, de lehet, hogy 5 osztály is indul majd, így leendő kollégák és duális képzőpartnerek jelentkezését is várják. Nagyon fontos az, hogy az iskola duális partneri köre nagyon széles, és úgy tűnik, hogy igény is van arra, hogy a szélesedjen, és nem csak az iskolában, hanem a piaci környezetben is. Jelen pillanatban is vizsgák folynak az iskolában, ágazati alapvizsgák, fegyveres biztonságőr vizsgánk van, ami egyébként nem iskolai rendszerű képzésünk, hanem a piac hívta életre, hiszen a radioaktív hulladékkezelő képzése jött ide be, hiszen ott kellenek az utánpótlást jelentő kollégák, illetve jelenleg nyelvvizsga is zajlik, hogy a BME nyelvvizsga központnak vagyunk írásbeli vizsgahelyszíne. Tehát talán ebből is látszik, hogy nagyon sokszínű az iskola. Ez azt jelenti, hogy nálunk mindenféle gyerek előfordul. Ez azért is jó, mert minden gyerek igényeit ki tudjuk egy bizonyos szintig elégíteni, ami neki egy ugródeszkát jelentett az életben. Nincs is más célunk, mint ez. Ennek a tanévnek 4 kitűzött prioritása van. Az egyik az, hogy
nagyon gazdaságosan tudjunk működni. Azt hiszem, ezt nem kell magyarázni. Megjegyzem, hogy ez eddigi szempont volt. Tehát itt most új dolog nem jött a körbe, talán egy más hangsúlyt kap és nagyobb figyelmet szentelünk ennek a dolognak. Az iskolában korábban is voltak már olyan beruházások, amik ebbe az irányba mentek, tehát itt a nyílászáró cserék, a napelemek telepítése. Azt gondolom, ez mind erről szólt már korábban is, a környezettudatos, hatékony gazdálkodás elsődleges kell, hogy legyen. Ez nem mehet rovására, sőt erősítenie kell a szakmai képzőszínvonalát. Biztos vagyok abban, hogy ott, ahol a tanulók ezt a példát látják, ott ezt elviszik a saját leendő háztartásukba is, illetve hát abban, amiben most is élnek, illetve majd a saját gazdálkodási körükbe. Ha ez az életüket végigkíséri, akkor egy élhető jövőt fogunk tudni biztosítani ezáltal is. Sok kicsi sokra megy, azt gondolom. Emellett fontos tényező a szakmai színvonal megőrzése és emelése is. És itt nem csak a szakmai vizsgák és az érettségvizsgák eredményéről beszélek, bár azt gondolom, hogy nem panaszkodhatunk, de és van büszkeségre is okunk nagyon sokszor, ezt még többször szeretnénk megélni. Illetve nagyon szeretnénk azokat a tanulókat szakmához juttatni, akik hozzánk bejönnek. Tehát nem szeretnénk elveszíteni senkit sem. Itt vannak indikátor számaink, de hát azt most nem mutatnék senkit sem. A lényeg az, hogy csökkenteni szeretnénk a végzettség nélküli iskola elhagyók számát. Eddig sem voltak sokan, de azt gondolom, hogy ez még kevesebben is lehetnek. Nyilván az iskolának egy szakmai és jogszabályi megfelelős vagy megfeleltetése kell, hogy legyen a minőségirányítási program vezetése, ezt jogszabály előírja, ezt elkezdtük, csináljuk. Ez megint csak a szakmai színvonalat fogja erősíteni. Ez nem elsősorban nem teherként kell, hogy ezt megéljük, hanem a működés segítés és a gazdaság és a szakmai működést erősíteni fogja. És a negyedik lesz, és az utolsó is egyben a mobilitási pályázatokon való fokozott részvétel. Minden évben voltak határtalanul pályázataink, illetve minden évben voltak Erasmus Plus pályázataink. Ugye az Erasmusban, Németországban, illetve Spanyolországban voltak a diákaink, nem is tudom, 5-6 éve, 7 éve biztosan járunk ki, nagyon sok pályázatot valósítottunk meg, ezekre erősítenünk kell. Az Erasmusban jelenleg rendelkezünk egy anakreditációval, ahol egy könnyített pályázati elbírálás alá esünk, tehát ezt nem csak kihasználnunk kell, hanem ezzel észre kell élnünk, és minél több gyereknek kell külföldi szakmai gyakorlatot biztosítanunk. Ezzel ők is jól járnak, és mi is profitálni fogunk belőle.